Meglepődtem azon, hogy én ezt most elmondtam nektek. Évek óta fontolgattam, hogy kimondom-e. Tehát úgy dobog a szívem, hogy mindjárt kiesik, hogy én ezt de kimondtam. De szégyelled? Szégyelted? Nem szégyellem, csak féltem. És azért fontos egyébként erről beszélni, úgyhogy nem terveztem, még egyszer mondom, mert ebben az országban nem beszélünk erről, hogy hány család és hány ilyen családban felnövő gyerek élete bélyegződik meg, és romlik el esetleg véglegesen ott. De biztos, hogy nem beszéltem volna tévében, vagy bárhol nyilvánosság előtt, akkor, amikor ebben benne voltunk. És gondoltam, hogy lehet, hogy egyszer erről beszélek, mert ilyenkor rögtön ítélnek az emberek, és én nem szeretném, hogy bárki rögtön ítélő legyen az én apukámmal. A három igazság mai vendége Barabás Éva, üdvözlünk szeretettel. Szia, Éva. Sziasztok! Tomi! És annyi emlékünk szabályok. Van. Kérhetem, hogy Évi legyek, ne Éva? Ja, igen. Jó, kösz. Na, csak jó. Ennyi. De nem baj, hogy hivatalosan így rendben volt. Igen. De elkezdhetem meg. Barabás Évi lesz ma a három igazság vendége. Szia, Évi! Jó, jó. Na, szóval rengeteg emlék, meg minden, de nem feltétlenül csak nosztalgiázni szeretnénk. Itt van három boríték, ezekben vannak azok a témakörök, amiket mindenképp szeretnénk átbeszélni, és te döntheted el, hogy milyen sorrendben haladjunk majd ezekkel. Jó? Jó. 7 perced áll mindegyiknek a megválaszolására. Nagyjából ezt nem mérjük szigorúan. Le szoktam állítani egyébként. Jó, ha izgalmas, és minden boríték előtt, vagy valamelyik boríték mellett mondhatom el, hogy miért vagyok nagyon-nagyon szomorú. Hát, mert Évának szólítottalak. Nem, Laci. Egész este rád gondoltam. Nem áll. Három órán keresztül kerestem két fotót, amit egy pár hete vagy hónapja megtaláltam. És az egyik fotón szerintem te és én is rajta vagyunk, a másikon csak én. Mert én életemben először nagy televízióban neked adtam interjút. A magyar televízióban, és szerintem voltam 18 éves, vagy valahogy így, egy narancsárga kis trikó volt rajtam. Na, erről emlékszem. Ez már innen jön. Megvan. És valamilyen, én nem tudom, milyen ifjúsági műsort vezettél, és valami jaj, táborban... Miti ők? Tényleg. Na, de jó, ez... És egy táborban engem kiválasztottak, hogy na, eljönnél a Palik Lacival beszélni, és hát imádattal néztünk otthon a tévében, tehát tudtam ki Palik László, és nagyon örültem, hogy én Budapestre utazom 3,5 órát busszal ebben a műsorban. De nagyon elgondolkodtam rajta, nekem okosat kell mondanom. És én azt hiszem, hogy iszonyú csalódást okoztam akkor neked is, meg az egész csapatnak. Mert annyira megfontolt lettem, és annyira bölcsnek akartam látszódni, akkor... hogy teljesen más voltam, mint amiért engem kiválasztottak akkor. Nem önazon. Tehát. Igen, és hogy bennem maradt ez, hogy figyel rám az az ember, akit én a tévéből nézek. És hogy úgy érzem, hogy ő más szeretne hallani, mint amit én mondok. Én ezt el tudom képzelni, Laci, már bocsánat. De tényleg. Itt van Évi, aki nem Éva. És akkor ez most arról fog szólni, hogy egyrészt milyen bús öregbén ember vagyok, hogy 700 évvel ezelőtt is valami tévéműsort csináltam. Együtt öregettünk, ne aggódj. Dehogy is. Mi? Ti? Ők? Mi? Ti? Ők? Lesz még neked is igazságot. Ott a végén. Melyik az jön? Mert tudod, ugye van egy zöld. A zöld, az a Lacié. Na nézzük. Most megkapod. Néznek, tévésévig tudta, hogy kell felütni. De egyszer elhozom azt a fotót, mert látnod kell. Otthon a tévét fényképezték le. És akkor még volt haja, nem? Na, hát ez kész. Tomi, mit reggeliztél? Őrület. Reggeliztünk sokat az Évivel. Na igen. Mi az igazság? Ez egyébként meccsel is ezzel részben. Mi az igazság? Te mitől vagy ilyen jó gyerek? Mi az igazságom? Legyen, arra vagyok kíváncsi. Nem tudom, jó akartam lenni. 3 évesen kimosattam a ruhámat, amikor lehettem fagyival, hogy mire hazaérek, addigra megszáradjon, és a szomszédnővel kimosattam. Ezen anyukám sírt napokig, hogy úristen, mit csináltak ezzel a gyerekkel, hogy ők nem is szoktak hangosan rám szólni, vagy nincs ilyen dresszúra és presszúra otthon, és mégis miért aggódtam ezen? Tehát van ilyen emlékem. De azt tudom, hogy minden jó volt körülöttem, vagyis én így emlékszem, zsigerileg ez van bennem, hogyha én szerinted jó vagyok. Várjál, ami nekem a Barabás Éváról végig a pályafutásod alatt megvan, és ez nem csak az én élményem, hanem én azt gondolom, hogy mindenkinek, aki valaha dolgozott veled, hogy
Hát veled nem lehet veszekedni. Hát veled szerintem még a Tomi se tudott összeveszni. Nem sikerült. Pedig ebben aztán, ha valamiben nagyon eredményes. Téged valójában a hátad mögött sem szidott soha senki. Azért én nem vagyok biztos. Én meg biztos vagyok benne, szóval, hogy igazából nem tudtunk fölidézni úgy, hogy mindannyian régóta ismerjük egymást, rólad a rosszat. Laci kérdése úgy szólt, hogy mennyire vagy jó gyerek. Túl jó gyerek. Én jó akartam lenni, és meg kell tanulnom most is egy nagyon kedves, idős, bölcs pótanyukám mondta azt, hogy Évi, ne akarj ennyire jó lenni. De hogy bennem van egy ilyen vágy, de hogy jól viselkedni, nem bántani. Tehát, hogy én nem tudom, hogy én... Ez nem garancia, mert azért ezt fordítsuk le, gyerekek, hát azért ez valahol, de korrigálja, rosszul gondolom, ez egy tartós, élethosszíglan tartó 3 éves kortól megfelelési kényszer. Meg annak akarsz érzel? Felelni. Hol a szülők, hol a szűkebb, hol a tágabb környezet elvárásának. Biztos, hogy volt megfelelési kényszer bennem, mert ez, amikor kimosatott 3 évesen a ruhádat, ez az. De aztán egy idő után, hogyha így figyeled az életet, és próbálsz ebben lavírozni, és a lehetetlenből eljutni valameddig, akkor talán van annyi eszed, hogy kialakítod a saját jó életedet, és én most annak akarok megfelelni, a magam vágyainak, álmainak, boldogságának. És igen. És az, hogy jó vagyok-e, azt döntsétek el ti, de hogy azt szeretném, hogy béke, jó lét, jó érzés legyen körülöttem, ez biztos, és ennek akarok megfelelni most már. És hol vagy te ebben a történetben? Te én attól jól vagy érzem mindig magam, jól, ha hogy mindenki a... más nyugodt. Igen, én nem szeretem. Én félek a bántástól, vagy félek az agressziótól, tudom. Attól, hogy te meg én akkor az igazamat igazoljuk addig, amíg aztán hátat fordítunk egymásnak, és kimegyünk. Hát nem valami... Nem, azt egyébként lebukós lenne, tehát hogyha ha erőltetetten lennél jó. Én most sofőr leszek, én elkezdeném erőltetni, hogy jó fej vagyok, hát ott vége a világnak. Lebukok. Nem, de egyébként, hogyha egy kicsit más értelmét is nézzük ennek a jóságnak, akkor például mondjuk ami jellemző szokott lenni az embereknek kamaszkorodba se, próbáltál lázadni, rosszaságot csinálni, berúgni, sok fiúba szerelmesnek lenni, stb. Talán nem volt akkor rá időm. Tehát, hogy én szerintem én előbb voltam felnőtt, és aztán 40-en túl éltem meg azt. Egyébként a pszichológia ezt igazolja, hogyha kimaradnak életszakaszok, azt bárhogy is egyszer behozod, vagy megküzdesz vele. Tehát, hogy én nekem sok szempontból hamarra kellett felnőni, vagy én választottam azt, hogy hamar növök fel. Hát de most melyik kellett, vagy de ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy tehát egy 13 család lakott együtt. Én több alkoholistát láttam Bonyhádon, abban a kis udvarban, több alkoholistát láttam ott, mint az átlag Magyarországon, hogyha átlagoljuk, akkor látunk. Tehát, hogy szinte minden család küzdött azzal a céltalansággal, a lehetetlenséggel, a tehetetlenséggel, és ott a férfiak megoldási kulcsa, most gondolkodom, hogy melyik családban nem, talán ebből egy vagy másfélnél nem ez volt. És amikor te ezt gyerekként látod, és közben meg mindenki rád nevet, és te nevetsz, és visszakapod, tehát hogy közben csupa jó visszajelzést kapsz, és szereted az életet, a növényeket, az állatokat, mindent, akkor azért megtanulsz iszonyúan alkalmazkodni. Tehát ami az én hátrányom, hogy az alkoholizmus közelről megtapasztaltam a saját családomban is, azzal olyan kis vevőkészülékeim alakultak ki, amik a mai napig segítenek ebben a munkában, amit végzek. Saját családodban is? Igen. Közeli? Ez mit jelent? Igen. Az, hogy apukám ivott. És gondoltam, hogy lehet, hogy egyszer erről beszélek. Sokkal többet nem fogok, mert ilyenkor rögtön ítélnek az emberek, és én nem szeretném, hogy bárki rögtön ítélő legyen az én apukámmal, akit én nagyon-nagyon szeretek. Szerettem, és aki letette a poharat. És úgy volt alkoholista élete végéig, hogy ő elment elvonóra, őt ott főnöknek, vagy doktor úrnak, már nem is tudom, hogy minek szorították az orvosok. Mi volt a szakmája? Géplakatos volt. Ő volt az aranykezű barabás. De szép. És
az ő kreativitása és meg nem értettsége, és nagyon sok embernél, én kiszoktam állni sok ember mellett, vagy amikor valaki elítélőleg beszél alkoholistáról, akkor, hogy nem tudhatod. Persze mindenre van magyarázat, de én láttam azt, nem csak apunál, hanem másoknál is, hogy a meg nem értettség, az, hogy hiába csinálsz jót, nem becsülik, hogy amikor egy újításoddal egy egész gyár szalagrendszere változik meg, akkor abból te mondjuk egy havi fizetés emelést kap, illetve kapsz egy plusz havi fizetést. És nem te leszel az Isten, és élsz boldogan, hanem ugyanúgy gürizel, és ugyanúgy a 3:30-kor befejezted a gyárban a munkát, utána 4:30-kor a családoddal kimész a hétvégi kertbe, ami 3 kilométerrel odébb van, és ott megtermeled, amit a gyerekeid esznek egy éven át. Tehát én láttam azt a robotfunkciót, amiben ezek a családok, a milyenké is élt, és azt, ahogyan tehetséges emberek nem találták meg az útjukat, ahol megbecsülést, szeretetet, jó visszajelzést kapnak. Ez a tudatosság, édesapád álhatatos volt, letette a poharat végérvényesen. Te viszont teljesen szenvedélymentesen élsz minden olyan káros szenvedélytől, úgy értem, amit én még egy buliban sem láttalak kivetkőzve magadból úgy táncolni, hogy őrülten. Tehát láttál nem más az asztal tetején hajnali 3:00-kor. Jó, az igaz, hogy mindenki csodálkozott. Minden káros szenvedélytől mentesen. Épp ezért talán édesapád egykori alkoholizmusa miatt volt el ilyen állhatatos és tudatos ebben már mereven? Nem tudom, szerintem egyébként nem vagyok merev. Tehát, hogy én azt gondolom... A tudatosságban csak következetes, mondjuk így. Az az érdekes, hogy ez valahogy nem így ésszel ment, hanem szívből, vagy ösztönösen, vagy élni szerettünk volna. Valószínűleg azon az udvaron, mert most, hogy hallgatlak, elképzeltem egy ilyen udvar 11-nehány családdal. Valószínűleg annyi impulzus és élmény ért gyerekként, ahogy te is mondtad, föl kellett nőni, és el kellett dönteni, hogy melyik úton megyek. Ezt látom, hogy ide vezet, azt nem akarom. Egyébként visszatérve arról, hogy nem akarsz beszélni róla, stb., amit teljesen tiszteletben kell tartani. Csak tudod, van benne egy komoly üzenet, amit megfogalmaztál. Ne ítélj, mert ítéltetsz. Mi emberek oly sokszor olyan könnyen ítélünk, oly sokszor, oly könnyen adunk jelzőket, és onnan lépünk is tovább. Nem aranykezű géplakatosnak hívjuk, hanem alkoholistának. És ebben a pillanatban az már lényegtelen, hogy aranykezű géplakatos, mert rajta van egy címke. Ehhez képest én azt érzékelem, de korrigálj, hogyha rosszul, hogy te a mai napig, akkor is, amikor ivott, akkor is, amikor nem ivott, akkor is, amikor lejött róla, akkor is, amikor benne volt, te imádtad az apukádat. Én imádtam, és magam is meglepődtem azon, hogy én ezt most elmondtam nektek. Évek óta fontolgattam, hogy kimondom-e. És a Kovács András Péterrel való beszélgetés és beszélgetések adták az erőt, amin most én is meglepődöm. Tehát úgy dobog a szívem, hogy mindjárt kiesik, hogy én ezt de kimondtam. De szégyelled? Nem szégyellem, csak féltem. Mert az embert, azt, akitől én megtanultam úszni, aki miatt akartam úgy pillangózni, mint Gyarmati Andrea, aki 6 éves koromig úgy fogta a kezem, és mesélt arról, hogy akkor a majom meg az ember, hogy rokon vagy, hogy nem, és nézd meg, így nő a paradicsom, és így kell a szőlőt metszeni, és úgy metszük a fákat, és így építünk babsátrat, és talán nem is beszélt sokszor, hanem csak mutatta. Én általa imádom a kutyákat. Hozzá az összes szomszédból átjött az összes kutya, és ő gyógyította meg őket. Tehát nekem van egy iszonyatosan, nem jó az a kijelzés, egy gyönyörű, szép kapcsom vele, és akkor, amikor, mert még szerintem józan volt az első 6 évemben, vagy 8 vagy 10 évemben, tehát 14 éves koromra emlékszem vissza, amikor először elgondolkozom azon, hogy nem jó, hogy a szomszéddal ilyen viszonyban vannak, és hogy szerintem többet iszik, mint kéne. 14 évesen én ezen gondolkodom. Miközben mondták Imre, Figyelem és Fegyelem című könyvét olvasom, és Palik Lászlót már látom a tévében. És érdekel a miti ők, és érdekel a családi kör. Tehát, hogy én azt mondom, hogy én magam növesztettem föl, vagy tartottam sok szempontból előrébb, mint egy 14 éves szokott tartani. De nekem ez így volt jó. Tehát, hogy én nem érzem azt, hogy de kényszeresen csináltam valamit. Azt nem. Látom sokszor, persze, hogy kilógtam a sorból. És ő imádott az úszóversenyeken is ott drukkolni. Tehát, hogy volt egy olyan kötődésünk, ami által ő le tudta tenni a poharat. Mert a család ott volt vele. Érted neki, hogy rossz tehát, a szomszéddal való barátság? Elmész egy elvonóra, ott nagyon ritkán látsz egy szenvedélybeteg mellett egy családot, aki visszavárja.
Tehát ha van egy ilyen, akkor ez egy nagyon-nagyon nagy erő. És nem tudom, hogyha én a felesége lettem volna, akkor lett volna ez az erőm. De a gyereke voltam, akinek ő mindent adott magából, szavak nélkül, és az utolsó pillanatig ez így volt. Tehát hogy én most nem mondom el, hogy amikor nagyon ivott, akkor mi történt, nem verekedett, vagy nem ilyesmi. Csak hogy megtanulsz alkalmazkodni, figyelni, hogy hú, ma ilyen kedve van, ma így jön haza, ma úgy jön haza. Megkérdezem, újra jelezted neki, hogy nem tesz jót ez a barátság a szomszéddal? Én 14 évesen írtam neki egy levelet, egy ilyen borítékot, és odaadtam. És az ő bölcsességei életem végéig kísérnek. Egy egyszerű mondatokat adott, és vittem végig. Odaadtam a borítékot, és lehet, hogy szoktam gondolkodni azon, hogy ahogy én így a gyerekeknél kilesem, hogy mit írt, és nem tudja, hogy kilestem, de láttam. Lehet, hogy ő is látta, de nem vagyok benne, vagy elgondolkodtam mostanában ezen. Visszaadta a borítékot, hogy lehet, hogy ezt megbánnád, vagy nem valahogyan így, hogy tedd el, és gondold meg, hogy akarod-e. De szerintem ő tudta hogy mi van benne. Hogy mi van benne. És én tudom, hogy ő küzdött, hiszen ő építeni akart, ő újításokat adott be a gyárban, ő neki fontos volt a családja, ő akkora kertet művelt egyedül, amit most géppel vagy több ember csinál. Aki megismerte, mindenki szerette, és talán azért voltak mellette a élete végéig többen. De biztos, hogy nem beszéltem volna tévében, vagy bárhol nyilvánosság előtt, akkor, amikor ebben benne voltunk. Uh-huh. Sok évtized, már eltelt most már a halála óta is. Sok év. Az életébe. Megint csak elméleti vagyok. Nincs is jogod erről beszélni. Az, hogy a halála után x10 évvel mementóként megemlékezel, és felmutatod jó példaként, mert ez egy zseniálisan jó példa, az aranykezű lakatos, aki úgy halt meg, hogy nem alkoholista volt. Tehát visszaszerezte a jogát annak, hogy apa, hogy aranykezű lakatos, normál ember. És azért fontos egyébként erről beszélni, úgyhogy nem terveztem, még egyszer mondom, mert ebben az országban nem beszélünk erről, hogy hány család és hány ilyen családban felnövő gyerek élete bélyegződik meg, és romlik el esetleg véglegesen ott. Nekem az ő hite is, az ő versenyszelleme, az ő elképesztő fizikuma, kitartása és az anyukámé adott erőt, és tőlük tanultam azt, hogy a tanáraidra figyelj, és úgy tudsz ebből kijutni. Mert nem igaz, hogy csak tehetetlenség van és lehetetlenség, hanem lehet cél is. Tehát a mi közegünkben, ebben ez a 13 család, vagy egy kicsit tágabb környezetben, mi azt hallottuk, hogy miért tanul ez a gyerek még angolul is. Mi a németet sem használja. Igen. Aha. Tehát, hogy amikor ott már a lemondást tapasztalod meg. És az én apukám sok szempontból példa volt a többi férfi előtt, akkor is, amikor ivott. Mert én közben a másiknál azt láttam, hogy veri a feleségét, a harmadiknál, hogy öngyilkosságot kísérel meg, és a gyereke addig nálunk van, és aztán újra nálunk alszik, és az anyukám adja az ennivalót, és az apukám ott van mellette. Szóval ezek a legjobb, legkeményebb magyar filmeket le lehetett volna forgatni abban az udvarban, és én évtizedekig utáltam ezeket a filmeket, és még a reggelis korszakunkban, amikor együtt dolgoztunk, és ti tudtatok nevetni dolgokon, én még akkor sem tudtam, én most már 50 körül tudok nevetni régi magyar filmeken, mert már eltávolodtam annyira, és akkor ezen el is gondolkodtam, és elszégyeltem magam, hogy hoppá, akkor most egy valamiféle érzékszervemet elvesztettem. Miközben most is kis évig élnek szanaszéjjel az országban, és közben pálinka főzdéket üzemeltetünk. Igen, de szerintem, de nem. Tehát, hogy egyszerűen nyilván neked az annyira valóságos volt sokáig, és egyszerűen csak el kellett, hogy teljen valamennyi idő. Szerintem ilyen egyszerű. Igen. Tehát, hogy szerintem ezt úgy nem feltétlenül kell túl gondolni, nem? Lehet. Szerintem zseniálisan megfejtettünk egy dolgot. Tényleg. Az alapkérdést. Hogy miért vagy te ilyen jó gyerek? Jó szüleim voltak. De hogy milyen ereje van? A második cím. Igen.
Sárga. Sárga. Az volt az, a fű, ez a nap. Az az enyém. Ugyan az én kérdésem. Te vagy a nap. Na. Igen. Na most te voltál szó? A fű. Igen. Hát, jó. Na. Vagy a kert. Hívjál gyopárnak már. Szóval mi az igazság? Mit csinálnál másképpen az életedben, ha újra kezdenéd? Semmit. Igen, erre mindenki rávágja. Általában, de közben meg szerintem biztos voltak olyan fordulópontok, akár a karrieredben is, amiben lehet, hogy másképp döntenél adott esetben, vagy másképp kezdenél hozzá. Két, három, négy, öt, nem tudom hány éve volt lehetőségem itt Óbudán egy nyári színházban színészként részt venni. Dicső Dani fiatal rendező színészek mellé engem beválogatott, és én voltam a kikapós Margit. Ami a legkevésbé sem az életben. A sok hűhó semmiért című darab. Margit. És igen, akkor abban a próba folyamatban nagyon érdekes élmények értek, és akkor rájöttem arra, hogy én nem mertem hibázni, és nem mertem próbálni, nem mertem teljesen rosszat csinálni, és hogy abból megszülessék a jó. És akkor ott látva a profi színészeket, hogy ki hogyan próbál, ki hogyan csinálja, és hogyan lesz ebből egy előadás, a végére én is más lettem. És most, ha lenne lehetőségem, én voltam az Alaszentgróti színjátszó táborban kétszer is, és végig az él bennem, hogy én külső szemlélőként nagyon nagy élvezettel végigcsináltam ezeket, ahol láttam Grillus Dorkát, vagy Ónodi Esztert, akkor még nem is Ónodi volt. Hogy de szeretnék én is köztetek lenni. Itt vagyok, de nem vagyok köztetek. De közben pedig vágytál arra is, mert úgy kerültél az RTL-be, én emlékszem a történetre, hogy legalábbis úgy mesélted régebben, hogy ugye akkor még a Magyar Televízió híradójában dolgoztál, miután megnyerted a Riporter keresteteket, és híradós műsorvezetőként nézted reggelente a Magyar Televízióból az RTL reggelit, és oda vágytál. Igen. Majd egyszer csak megszólított Radnai Péter egy báron, így és oda került. De tehát, hogy amikor meg vágytál valamire mégis, látod, akkor az pedig pont megtörtént, és az egy sorsfordító pillanat volt az életedben. Mert ez a vágy, ez már valahol cél tudott lenni, és arra felé tudtam haladni, és akkor, amikor jön a lehetőség, akkor meg tudtam ragadni, és ez nagyon klassz volt így. De ennél a színjátszásnál ott volt végig a kétely, és hogy nem tudom igaziból, hogy ezt hogy kell csinálni. És ha előbb van meg talán ez a lehetőség, kérdés, hogy akkor a tudatállapotom, a szívem, az érzelmi világom, minden hogy van, akkor lehet, hogy mertem volna játszani. Úgy, ahogy most ezt már tényleg ilyen 50 környékén tehettem meg ezzel a csapattal. És máshogy csinálnám, mernék hibázni talán. De ez egy ilyen, nem szeretem ezeket a hakat, mert éltem egy életet. Igen, de okay, én olvastam egy cikket veled, még tegnap, amikor beszélgettünk egymással, és készültünk erre a mai beszélgetésre, tudod, hogy megy ez, hogy készülünk. Dobáljuk be a gondolatokat. De ez olyan mindenki. Jó, hogy így ezt együtt csináljátok. Persze, hát, persze. Ebben ez a legjobb egyébként. Hogy látom magam előtt Évit, Bonyhádon, támaszkodik a kapára. Ezt te mondtad. Mert ott van a nagy bio-GPS kérdés, hogy balra menjek, vagy jobbra. A Győri TV-be, Sportriporternek, úgy. Vagy az akkori Magyar Televízióba, ami a Fellegvár volt, ahol hírműsorokba lehet riporter, tehát ez egy fiatal tévésnek ugye ez az action movie, tehát az benne van a mindenében. És végül is a cikk szerint te Budapest mellett döntöttél, mert közelebb volt Bonyhádhoz, mint Győr. Igen. De tényleg? Csak a logisztika miatt. Mármint, hogy nem az, hogy közelebb volt, hanem, hogy emiatt döntöttél így. Igen, mert arról azt gondoltam, hogy hát Győrben szerintem addig csak a Kazinci versenyen voltam. Budapesten viszont. És Budapesten azért már voltam többször. És tudtam, hogy 3,5 óra busszal az út, és na jó, oda-vissza csinál, meg az tudom az, hogy járni. Ennyire nem érezted a különbséget a Győri TV és a Magyar Televízió de között? Természetesen azért éreztem. Mm-hmm. Tehát, hogy hány évesek vagyunk ekkor? Mit tudom én? 20-valamennyi. 20-valamennyi. De eleje. 20-valamennyi eleje. Nem, szerintem 25 környéke. 25 környéke, oké, mert ott volt még egy elem, ami megragad bennem, hogy hát az akkor hívjuk 25 éves Évinek,
ahogy támaszkodik a kapán és dönt Budapest irányába. Könnyű volt a helyzetem, mert volt 1 millió forint megspórolt pénze, mert Stuttgartba konyhai kisegítéssel keres. Egy kórházban takarítottam. Igen. Nem, konyha volt, akkor az volt leírva a kórház. Jó, mint kórházban takarítottál, és onnan, de hány év alatt kellett, hány évig kellett takarítani, hogy összerakjál 1 milliót úgy a 90-es években? Ez nagyon, nagyon, ez életem nagy ajándéka. Nekem volt egy keresztapám, aki nem volt vérszerinti rokon, egyszerűen csak a nagymamám még szomszédságában élt. És ez a keresztapám, sváb családi háttérrel, ő egyszer csak diszidált és Stuttgartban élt, és aztán a felesége és a gyereke is utána mentek, és ott éltek. És akkor, amikor én színháztudomány szakra jártam Miskolcra, az is egy hátborzongató időszak volt, de közben jó is, mindegy, onnan én írtam egy levelet neki, és mindenki nevetett rajta, hogy na persze majd a József, onkel József majd segít rajtad, hogy nem, mert ilyenek a keresztapák, vagy a nagybácsink, én nekem keresztapám volt, és jött, egyszer csak csörgött az albérletben, ahol 4 lány laktunk együtt, a telefon, és mondta, hogy akkor itt a Kerejé. József, igen, Évi, téged keresnek, és mondta, hogy figyelj, itt nyáron mindig alkalmaznak egyetemistákat, vagy diákokat, mert ilyenkor a görög, az afrikai, a portugál, a mindenféle takarító elmegy haza nyaralni, és akkor eljönnél, akarsz takarítani egy kórházba, mert akkor lakhatsz nálunk. És persze, hogy megyek. Laktam náluk ingyen, a keresztanyám szakácsnő, ettem náluk ingyen, és egész héten dolgoztam a kórházban, minden szombati és vasárnapi műszakot is el tudtam így vállalni, mert 2 utcára volt onnan a kórház. Később egyébként a keresztapám 41-42 évesen ott halt meg tüdőgyulladásban, szóval az egész... Szóval ez egy akkora ajándék tőlük, és tudom, hogy Józsi nekem így adta vissza azt, amit a nagymamámtól kapott Bonyhádon, azt a figyelmet, szeretetet, krumplilevest, borsólevest, amit ő ott a szomszédnénitől kapott. És hogyha ez nincs, akkor nekem nincs az 1 millióm. Tehát én nekem minden márkát, akkor még márka volt, el tudtam tenni, és én szégyeltem magam azért, mert én annyit kerestem 2 hónap alatt, mint az én anyukám és apukám egész évben Magyarországon a tisztességes szakmájával. És akkor én ezzel hazajöttem, és beraktam a bankba, mert nem tudtam, hogy mi, sőt, még ezt hozzá kell tenni, Józsi azt mondta, hogy ahány kilót hízol, annyiszor adok neked még 100 márkát. Olyan soványka voltál, és olyan soványnak látott engem. Mert egyébként... egyszer valaki azért hizetne, hogy nőjük. Mert egyébként Miskolcon valóban legatyásodtam, ott, ahol az albérletben laktam, és ott arra az egyetemre jártam. És kaptam még pénzt. Szerintem kaptam még 200 márkát, mert tudom, hogy érzem, hogy nem mondom ki a márkáját, de most is nézem, hogy hát azért vennék ott, de sajnálom rá a pénzt. De én akkor ott megvettem a farmer szoknyát, a farmer nadrágot, és a színben egymáshoz passzoló fölsőket, tehát teljesen fölöltöztettem magam ebből. Megkerested, és mellette a németet is, mint nyelvet? A hadilábon álltam vele, de elég jól ment akkor ott. Tehát ott adott nyelvileg is. Igen, abszolút, és gondolkodásmódban is. Tehát, hogy én akkor láttam egy jól működő kórházat, és egy jól működő országot. És én akkor gondolkodtam rajta igazán, hogy hazajövök, nem tudtam, hogy 1 millió, tehát gondolkodtam, mert nem osztottam, szoroztam, hogy mi lenne, ha én egy kórházban csinálnék egy takarítóvállalatot, és úgy, ahogy ott működik, ezt ide simán csak így áthoznánk, és pontosan, mert ott működik, nem kell rajta változtatni, csak próbáljuk ki. De aztán jött ez a tévézős, és annyit tudtam, hogy én a magyar nyelvvel szeretnék, vagy azzal van dolgom, nekem nem, hogy szeretnék, azzal kell valamit tennem. Meg vajon a színészetre vágyó Évi és a médiában vágyó Évi jó üzletasszony lenne? Bennem ez is a nagy kérdője. Hát ez bennem is nagy kérdője a mai napig. Egy szeretettel, ami belőled árad, Évi. Érdekes, de azért így sok mindent megmagyaráz. A Barabás család mennyire összetartó. Ő ad neki, nagymama neki, a szeretet körbe Évinek, és dialektika nálatok. Csodálatosan működik ebben a családban. Szóval így lett 1 millióm, hogy azért én nem költöttem ebből semmit. És ez volt a biztos, amivel mertél Budapesten új életet kezdeni gyakorlatilag. Igen. Vagy megszoksz, vagy megszöksz, ez volt. És hát nem volt egyszerű, én mindig elmegyek most az Erzsébet tér mellett, illetve most már... És akkor nézem, hogy ez volt az a busz megálló, és hányszor vártam a buszt, és azért itt már közel vagyok, amikor ezt teszem a 30-hoz. Igen. Tehát normál esetben ilyenkor már az ember úgy vagy megtalálja a párját, vagy már egy lakást össze tud hozni, tehát hogy én akkor még mindig útam elején voltam.
Még hivatás meg nem találva biztosan. Igen, igen. És akkor így volt 4 év az MTV-nél. Nyugodj meg, Évi. Aztán azóta látom, hogy másoknál is hány kurfli volt. Elmúltam 60, és még mindig nem tudom, mi leszek. Nagy leszek. Jön a Vanda. Jövök én, Évi. A következő 7 perc. Mi az igazság? Milyen dolgok fontosak számodra a magánéletben? Mik az igazán fontosak? Az, ami nektek. Nem biztos. Hát nem biztos. Én azért kíváncsi lennék a véleményedre, a válaszra. Egy férfiban mi kell, hogy meglegyen? Olyan érdekes, hogy na miért szeretsz engem? És akkor, hogy ezt minden esetben mondatba tudjuk foglalni, el tudjuk mondani? Nem vagyok benne biztos. Azt tudom, hogy régen írtam naplót, még középiskolás koromban, aztán később is próbáltam. Volt, hogy kihagytam éveket, és akkor éppen egy-egy napot írtam. És akkor például láttam a Belvárosi Színházban egy előadást, 3 esős nap a címe. A legfontosabb dolgok azon a 3 esős napon történnek, akkor nem ír semmit, mert akkor megtörténik vele a legfontosabb, az élet. Azt hiszem, hogy szabadon tudjuk hagyni egymást úgy, hogy közben minden pillanatban össze tudunk kapaszkodni. Mind a ketten, ugye 40-en túl találtunk egymásra, mindenkinek megvan a maga múltja, és azon szoktam gondolkodni, hogy mi lett volna, hogyha a magam ártatlanságában és az ő ártatlanságában találkozunk. De nekünk azt hiszem, hogy így kellett. Tehát annyit nevetünk azon, hogy reggeliben ő volt vendég, amikor én műsorvezető voltam. És emlékeztél rá? Én nem emlékeztem rá. De utólag igen. A családja fölvette azt, amikor ő ott volt, és megmutatták nekem, és nem hittem, hogy Novák Péterrel voltunk a reggeliben. Milyen minőségében jött be? Hát ő egy nagyon profi szörfversenyző volt, és az egyedüli, aki Amerika bajnokságot tudott nyerni az óbudai lakótelepről. Tehát, és akkor ő ott a diák. Az combos sztori, hogy Óbudáról amerikai szörfversenyt nyerni, mert ott néhányan szörföznek. Igen, igen. Tehát ott rá is csodálkozott mindenki. És az még mindig próbálom, hogy lehet, hogy a segítségedet kérem, és a sportipolterek segítségét, hogy találunk-e olyan felvételt, amit ott, mert ott tudom, hogy forgattak vele tévétársaságok, hogy esetleg valahol valami megvan. Szerintem ő akkor volt ezen a csúcson, amikor én elkezdtem a tévézést, így az, tehát ilyen 97-96 környéke ilyesmi lehet. 97-96, hát ilyesmi. Pont a váltó év, mert 97-től van a kereskedelmi tévék. És hogy én ugye ekkora váltó évben. 97 előtt, akkor az biztos az Magyar Televízió archívum. Te, és hogyha most, ahogy visszanéztétek azt a reggelit, amikor ő vendég volt, és te műsorvezető, neked tetszett az akkori? Az az érdekes, hogy akkor én emlékszem arra, hogy a szerkesztőségben a csajok összesugtak, mert hogy ők valahonnan szörfözve jöttek reggel, és hogy erre emlékszem, és akkor úgy, hogy én úgy néztem, de... De mai szemben az akkori fiatal... Jól nézett ki. Jó, ezt akartam csak megtenni. De most egyébként annyira fölöslegesek vagytok, de tényleg. Hát egy szörfös fiú, hát minden tetszett rajta egy lánynak. Nem tudom. Főleg aki Óbudáról, ahol sok hullámlovaglása nincs lehetőség. Tehát micsoda erőfeszítésbe került a szüleinek, hogy valahogy gyakorolhasson ez az ember. Milyen kitartás? Ő találta ki, és egyébként foglalkozás a szörfös lakóhelye, harmadik kerület. És egy 10 emeletes, mit tudom, x-edik emelet. Nagyon komoly. Zseniális. Nem csak a magánéletről való beszélgetés, azt tudom, hogy neked általában kényelmetlen szokott lenni a nyilvánosság előtt. Nem? Igen. És most is úgy érzed magad, egy kicsit azt érzem. Igen. De hogy csak annyit, hogy mi beszélgettünk utána, hogy hányszor találkozhattunk volna, vagy hányszor összeérhettünk volna, hogy 14 éves koromban, amikor azt hiszem ez volt az út, nem, még utána volt egy családi nyaralásunk, amikor ilyen szakszervezeti üdülőbe tudtunk menni, és akkor minden napra kaptunk 100 forintot a szüleinktől, a tesómmal, ő jóval fiatalabb nálam, és a lényeg az, hogy én ezt a 100 forintot, akkor 100 forintért lehetett bérelni 1 órára windsurföt. És én minden nap 1 órát álltam a deszkán, és tartottam a vitorlát. Ha fújt a szél, az volt a baj, mert egyszer sem tudtam felhúzni. Ha nem fújt a szél, akkor 1 órán át ott álltam. De érezted a csít, hogy igen, ez és akkor az elején ott valaki elmagyarázta, hogy ezt hogy kell, és engem ez annyira érdekelt, hogy 14 napon át, ugye 2 hetet voltunk, én erre költöttem az összes 100 forintomat. És hogy ő akkor már ugyanúgy valami iszonyú nagy méretű szörfel, ő ott szörfözgetett, és mesélnek a
szülei arról, hogy hogy aggódtak érte, amikor elindult Keneséről és akaratján túl, mit tém, hogy hol kötött ki, mert hogy ő fanatikusan e felé ment. Összesorolhatott volna minket három az élet. Itt Óbudán én ott laktam egy albérletben, ahol ő egy utcával odébb lakott. Na, hát. Tehát, hogy számtalan szor összeérhettünk hát volna. Jó, hát akkor ennek tényleg úgy kellett történnie. Én nézem őket, és volt már, hogy a tengeren mutatta, hogy kell. Volt már egy ilyen napunk. Az őket esetleg az egyik gyermeke is követte ebben? A gyerekekkel, komolyan? Ők is tehetségesek, ugye? Szuper, ügyes, tehetségesek. Micsoda sportfamília. Milyen gondoskodó nőként több gyerek fölött gyakorolni a anyai funkciókat, hisz ő hozott ebbe, azt hiszem három gyermeke van? Megígértem nekik, hogy erről nem beszélek, de én nagyon szeretek gondoskodni mindig, tehát ezt zsigerileg hozom, és azt hiszem, hogy a Hidasi mamám is, a Bonyhádi mamám is, anyukám is ilyen volt, én magam körül ilyen nőket láttam, hogy ettől tudod ki, így is ki tudom fejezni a szeretetemet. Vagy lehet, hogy a szeretet nyelvemnek ez jó, a nagyobb része. Szerintem igen. Meg azt mondják már, hogy igen. Ezt akartam mondani, hogy a felhasználói vélemény. Sütni imádok. Sütni? Igen, és kicsit szégyeltem, hogy nem hoztam nektek sütit, de ha megtalálom a fotót, igen, akkor rajtaütésszerűen visszajövök, ezt most megígérem. De ilyen voltál igen a reggeliben, és a stúdióban mindenki kényekedvét mested. Hozott sütiket, meg ilyeneket? Volt olyan. Hát annyira nem tudom, hogy oda vittem, de hogy a fókuszban sokszor viszem a sütit, az viszti, és akkor megy a vita, hogy túros legyen, vagy csokis, és akkor gyakran mind a kettőt. Az a süti, ami a Barabás is spéci. Kérlek, neve is van már. Évi kék. Ez itt a Pali kék. Ezért nem lehetett Éva, mert Éva kék. Nem, az orosz tanár szólított Évának, meg úgy éreztem, hogy az a felnőtt, aki nem szeret, vagy nem akar megismerni, az Évának hív. Én megismertem. Tudom, csak hogy ilyen hivatalosan mai napig ez van kiírva, és akkor nem értem, hogy lehet Borbás Marcsi, meg nem tudom, Lilu lehet Lilu, és én miért nem lehetek Barabás Évi. És miért nem lehet? Kérted? Vagy én mondtak, hogy igen, mert hogy az nem tudom, hogy azért mégiscsak tudok ilyen hivatalos, és nem, vagy mit tudom, igen. Nézzük az igazságodat. És igen, neked egy Pali kéket sütsz nekem. Mondhatom, hogy mást akartam írni, de aztán meggondoltam. Persze, de azt is kizedem belőled. Jó, azt akartam írni, hogy kapitányom. Ezt akartam oda írni. Holt költött társasága. Erről beszéltünk. Az igazság oda át van, mosolygójá, ez igaz. Ügynök. Itt a szeretetet és a békét keresem. Szeretem. De jó. Nagyon. Igen. De szerintem jó. Te megtaláltad, mert egyébként az rám van írva egy ember arcára, hogy abszolút, és nézlek esténként is a fókuszban, és egyszerűen nem az, hogy nem értem, de nem értem, hogy nézhetsz ki ilyen jól. Jaj, köszönöm, hát, ezért jöttem. Persze, sütit meg nem hoztam. Ja, igen, de a bókot az... A képet kerestem. Jó, a nagy hajulacival. Kikapos Margit. Csak igen. Ja, vége, akkor nem mondom el a kapitányomat. Ja, hogy gyerekekkel vitatkoztunk azon, ugye különböző gyerekcsoportokat különböző módon vezetgettem, úszni tanítottam, színjátszókör, egyebek, és érdekes módon mindig felmerült, hogy akkor kinek van igaza? És akkor, hogy van igazságom nekem is, neked is. Nem tudom, hogy kinek van igaza, de ez a kapitányom, hogy ha valaki nagyon mondta, akkor most állj föl az asztal tetejére, itt van, innen hogy látod azt a kutyát? De onnan az operatőr kolléga teljesen máshogy látja azt a kutyát. És ez az operatőr kolléga meg megint csak máshogy, hogy akkor mi az igazság? És hogy ezen gondolkodtam, hogy itt milyen érdekes, hogy ti ezt így kitaláltátok, hogy három a magyar igazság. Hát mindig a vendég igazságára vagyok igazából kíváncsiak. Alig várjuk hogy azt a tényleg igaz-e, vagy egyéb, sem. Egyébként a ti igazságotok nagyon sokszor olyan, amit előtte már súlyosan végigbeszélgettünk. Tehát valójában a beszélgetés egy eszenciája. És az jelenti azt, hogy talán a közelébe jutottunk annak a bizonyos nem létező igazságnak, mert ugye szubjektumnak hívják. Honnan közelítjük meg ezt a kérdést? Ez teljesen más látásmódot ad. Egy öröm és élmény volt ismét találkozni. Nekem is veletek, igen. Köszönöm szépen. A meggyőződés, amúgy az aranykezű géplakatos, most nagyon boldog, hogy az óbudai szörfös ilyen szépen együtt van az ő szerelmével. Föl is hívnám sokszor, tehát a legboldogabb pillanataimban hívnám, igen, aput is, anyut is, hogy elmondjam, hogy nyugi, jó helyen vagyok.
Köszönjük szépen. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.